Sziasztok! Korábban ígértem, hogy szó lesz néhány olyan mitoszról, ami az oszlopos főzőket övezi, és általában valamilyen félreértésen alapul ezeknek a mitoszoknak a létezése. Az egyik ilyen, amivel akár el is kezdhetnénk, az a klasszikus mondás, hogy az oszlopos főzőben nincs elég réz, nincs alatta óriási rézsisak, meg rézpáracső, és ezért nem jó, mert nem történik meg az a katalizációs folyam, ami egyébként a nagy részfelületekkel rendelkező főzőknél megtörténik. A legenda alapja az, hogy ránézésre elég kicsi a részfelület egy nagy üstsisakhoz képest, rézsisakhoz képest, viszont érdemes végig gondolni, hogy mi is történik lepárláskor, és egyből látni fogjuk, hogy miért nem igaz ez a mitosz. Elég abba belegondolni, hogy jön a gőz ugye az üst felől, neki ütközik a tálcának, ami rézből van, ott megpróbál ugye bejutni a sapka alján, bent többszöri irányváltásra kényszerül, a sapka belső kialakításába adódóan, ahol végig ugye részfelületekkel találkozik, majd nagy nehezen kijut alul a kis réseken, buborék formájában, és akkor jön a következő szint, végül a harmadik szint, ugye itt mind-mind-mind részfelületekkel érintkezik a gőz, és amikor bejut a deflegmátorba, akkor bizony a gőz nagy része az le fog csapódni, és kondenzátumként visszahullik, akár a lefolyón keresztül vissza az alsó tálcára, vagy egészen az üstig, és újra kezdődik a folyamat. Tehát a gőz nagy része azért nem egyszer találkozik ezekkel a részfelületekkel, hanem elég sokszor kénytelen végigjárni ezt az utat, mire végre átjut a deflegmátoron és eljut a könyökbe, és pálinkaként tudjuk gyűjteni. Tehát az az igazság, hogy bár átmérő nem tűnik nagynak, de a folyamat során elég sokszor érintkezik rézzel a gőz, ezért nem kell attól félni, hogy nem történik meg az a fajta katalizáció, ami a különféle kellemetlen ízű kénes vegyületeket kiszűrné a gőzből. Gyakorlatilag a versenyeredmények is ezt igazolják, ugye korábban erről is készült már videóm, nem kaptam még olyan visszajelzést, hogy hú, hát itt aztán biztos, hogy részhiány miatt ilyen kénes, olyan kénes a pálinka íze, tehát ilyen gond nincsen, de ha valaki mégis szeretné növelni a részfelületet a rendszerében, mert úgy van vele, hogy a részből sosem elég, akkor ajánlom figyelmébe a részszövetet, vagy részhálót, ez gyakorlatilag egy feltekert, mindjárt megpróbálom közelebbről megmutatni, egy ilyen feltekert részháló. Nagy előnye az, hogy 1 méter, 2 méteres kiszerelésben kapható 8-10-15 centi hosszúságban. Egy ilyen köteg, az mondjuk 2-2500 forint a kínaiaktól, illetve most már hazai webshopban is rendelhető. A gőz átmegy rajta, viszont nem kell alá támasztani, mint sok más résztöltetet, például a részcső darabokból vágott kis tölteteket, ilyesmit. És ami még előnyös, az az, meg lehet nézni, hogy ez a szövet, ez gyakorlatilag megáll a helyén, be lehet akár a könyökbe is tömni, mindjárt mutatom, megrázzuk, egyáltalán nem esik ki, tehát nem kell alátámasztani, nem kell félni, hogy szétszóródik, teljesen jól működik, és ahogy mondtam, a gőz az áthalad rajta, viszont a hatalmas részfelületnek köszönhetően bőséges katalizációs folyamatoknak lehet az alapja, a gazdája, úgyhogy ezzel lehet akár a rézmennyiséget növelni, a beépíthető ugye közvetlenül a könyökbe, a különféle szűkítőkbe, amire érdemes figyelni, hogy nem praktikus a deflegmátor alá bekötni, mert akkor részt vesz a rektifikációban, tehát akkor rajta a visszacsorgó kondenzátum és a fölfele áramló gőz gyakorlatilag találkozik, és olyan folyamatok jönnek létre, mintha egy plusz tálcát iktatnánk a rendszerbe. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy ilyen ekkora nagyjából olyan 10 centi hosszú köteg, az pont annyit erősít a kész párlaton, vagy a gőzön, mint egy plusz buborék sapkás szint, tehát ezért érdemes inkább a deflegmátor után bekötni, és akkor sokkal kezesebben viselkedik, nem okoz plusz erősítést, és nem változtatja meg az oszlop viselkedését.